fodros kell chips. A fodros kell chips elkészítéséhez akármilyen hihetetlenül is tűnik, de szükségünk lesz fodros kellre. Ez egy nagyon egészséges zöldség, ugyanis rendkívül magas az A és C vitamin tartalma, de ugyanakkor megtalálható benne kalcium, vas, B-vitamin és magnézium is. Továbbá szükségünk lesz egy kis olívaolajra és egy kis sóra is. Legelső lépésként mossuk meg a fodros kellt, és hagyjuk megszáradni. Azért érdemes megvárni, hogy megszáradjon, hogy jó ropogósra tudjon sülni a sütőben. Ezek után távolítsuk el a gyönyörű levelét a csúnya, hosszú és vastag szárától, és tetszőleges nagyságú darabokra vágjuk, tépjük, szaggassuk, aprítsuk, amit csak szeretnénk. Ha megvolnánk, helyezzük őket sütőpapírra úgy, hogy elegendő távolság legyen köztük, és öntsünk rá olajat, hogyha szeretnénk, illetve tetszés szerint fűszerezzük be. Jelen esetben nem használok se olajat, se fűszert. Egy dologra ügyeljünk, hogy ha valaki meg szeretné sózni, akkor azt kizárólag sütés után tegye. Ugyanis, hogyha most sóznánk be, akkor nem sülne ropogósra. És mi a lényege a chipsnek? Hogy ropogós legyen. Tehát sütés után sózzuk meg, hogyha szeretnénk. És már mehet is a 180 fokra előmelegített sütőbe. Ha használunk olajat, akkor körülbelül 10 percig süssük, olaj nélkül pedig 5-6 perc elegendő lesz. De azt javaslom, hogy minden percben nézzünk rá. És íme az eredmény, a gyönyörű szép fodros kell chips. Ha a tiétek is úgy néz ki, mint ami a videón látható, akkor jó munkát végeztetek. De hogyha nem, ha véletlenül fekete vagy esetleg sötét barna lenne, akkor sajnos megégettétek. Úgyhogy próbáljátok meg megint, de ne adjátok fel, én is többször megégettem már. Jó nassalást kívánok! Sziasztok!